Mindenkit sok szeretettel köszöntök, a mai alkalommal a kapcsolókkal és nyomogombokkal fogunk megismerkedni. Pár gondolat bevezetőül. Az elektronika olyan eszközökkel foglalkozik, amelyek az elektronok áramlásának szabályozását, fizikai mennyiségek elektromos jellé alakítását végzik. A fő felhasználási területei az elektronikus áramköröknek a szabályozás és vezérlés, azaz az információ információfeldolgozás. Az elektronikus áramkörökben kísértékű áramok, feszültség vannak jelen, mivel feladatuk nem az elektromos állam energiájának továbbítása, hanem az elektromos információ információhordozó képességének felhasználása. A most látható egyszerű államkör is sokkal hasznosabb, mint az elsőre gondolnánk. Az elektromos kapcsoló egy olyan államkör jelen, amely az elektromos áramot bizonyos irányban vagy átengedi, vagy nem. Ez azért van, mert az ideális kapcsoló nyitott állapotban végtelen nagy ellenállásra rendelkezik, így nem viselkedik vezetőként. Zárt állapotban viszont, mivel az állam záródik, a vezetése válik végtelenné, és ellenállása csökken le nullára. Az elektromos kapcsoló segítségével tehát könnyedén zárhatjuk, vagy megszakíthatjuk az áramkört, vagyis vezérelhetjük. De miért fontos ez? A lámpa fényének ütemes ki- és bekapcsolásával ugyanis komplex információ küldhető át a kommunikációs csatornán, gondoljunk csak például a mozekódra. A kapcsoló segítségével előállított jelsorozat jól ábrázolható az alábbi diagrammal, és ezzel már is elérkeztünk a digitális jelfogalmához. Egy digitális jelrendszer diszkét egymástól jól megkülönböztethető jelekből épül föl. Bár a digitális jelfogalom sokak szerint csak a modern elektronikában és a számítástechnikában használt bináris elektronikus digitális rendszerekkel áll összefüggésben, ez a feltételezés nem helyes. A digitális rendszerek valójában nagyon ősi eredetűek, és sem az nem szükséges, hogy binárisak, sem az, hogy elektronikusak legyenek. Talán a a digitális jel legősi példája, melynél egy analóg hordozót, a füstöt, modulálnak egy poklóccal, így hozva létre a digitális jeleket, azaz füstgomolyagokat, melyek az információt szállítják. A digitális jelekkel később még részletesebben fogunk foglalkozni, most térjünk vissza a kapcsolókhoz. Az elektromos kapcsolók nagyon egyszerű szerkezetek, mégis nagyon különbözőek tudnak lenni a kapcsolható áram és feszültség nagysága, a működtetés módja, illetve esztétikai kialakításuk szerint. Működtetésük lehet mechanikus módon, nyomás, húzás vagy billentés, elektromágnessel, hőhatása vagy elektronikusan. A kapcsolókra vonatkozó legfontosabb adatok a pólusok és állások száma, a terhelhetőség, valamint a vezérlés módja. A pólus a kapcsoló mozgó része, amely a kapcsoló egyes kivezetéseit össze tudja kötni. Egyszerű kapcsolóknál csak egy van belőle, de bonyolultabb kapcsolási feladatok egyidejű elvégzésére készítenek több pólusú kapcsolókat is. Az állások száma arra vonatkozik, hogy a pólus hány különböző helyzetben mozdítható el. Az elmozdítás után a kapcsolók többsége az új állásban marad, ellenkező esetben nyomógombról beszélünk. Az elektromechanikus kapcsolók tökéletesen alkalmasak és elégségesek egyszerű kapcsolási feladatokra, mint például ördögi kísérlete beindítása, amennyiben nem merül fel valamilyen egyéb a mechanikus kapcsolók által nem nyújtott kedvező paraméter szükséglete, például hosszú élettartam vagy teljesen hangtalan üzemelés. A kapcsoló élettartalmának jellemzésére a hibamentes átkapcsolások számát használják. A vezérlést illetően a mechanikus kapcsolók működtethetők billentéssel, eltolással, húzással, forgatással, nyomással. Az egypólusú egyáramkörös kapcsolónak két kivezetése van, ezek között folyik vagy nem az áram. Alaphelyzetben lehet nyitott vagy zárt. Minden beszerelt kapcsolónak az adott államkörhöz megfelelő paraméterekkel kell rendelkeznie. A kapcsolók egyik lényeges jellemzője az a feszültség, amelyet nyitott állapotban még elvisel. A valós kapcsoló ellenállása kisebb végtelennél, ezért azon nyitott állapotban is diszipálódik teljesítmény. Ugyancsak véges az érintkező távolsága, így mint szikra közök között adott feszültség átüt. Az áram esetében két értéket kell tudni, a bekapcsolt állapotban elviselhető érték a termikus áram, a kikapcsolás közben illetve előtte fennálló áram a kapcsolási. Az egypólusú két áram közös kapcsolónak három kivezetése van, a közös érintkező hol az egyik, hol a másik érintkezőhöz kapcsolódik. Váltókapcsolónak is hívják. Átkapcsoláskor rövid ideig előfordulhat, hogy a közös érintkező egyik érintkezőhöz sem kapcsolódik, vagy Egyszerre mindkettőhöz. Beszélhetünk még kétpólusú egy államkörös kapcsolóról. Gyakort alkalmazzák két párhuzamos világítási államkövezérdésére, ahol a világítási államkörök egyformán működnek, vagy akkor, ha a teljesítmény túlépi egy érintkező kapacitását. A két pólusú, két államkörös kapcsoló, két mechanikusan összekapcsolt, egypólusú két államkörös kapcsolóból áll. Gyakran alkalmazzák, egyenáramú motor irányváltójaként. N stabil állapotnak megfelelő N érintkezője, és ezen felül legalább egy közös érintkezője van a forgókapcsolónak. Kapcsoláskor az adott érintkezőt és a közös érintkezőt köti össze. A közös érintkező az N közül egyhez csatlakozik. Továbbfejlesztése a két-három közös kapcsolónak a forgókapcsoló. Már sokszor esett a kapcsolókról, de mi a helyzet a nyomógombokkal? A nyomógombok kapcsoló visszahúzó rugókkal vannak felszerelve, mint például a csengő nyomógomb. Tehát csak rövid időtartalmú kapcsolási impulzusokat gerjesztenek, amíg valaki éppen nyomva tartja a gombot. Amikor elengedjük a rugókkal felszerelt nyomógombot, mindig visszaugrik eredeti helyzetébe. Különböző elektromos és elektronikus berendezések működtetéséhez alkalmazkodik Végezhetőnek bekapcsolást, kikapcsolást, vagy éppen átkapcsolást. A nyomógomboknál a stabil állapot lehet nyitott vagy zárt. A következő néhány példában zárójelben jelezzük a kapcsoló pillanatnyi állapotát. Az első kapcsolónál, mivel az on van zárójelben, ez a kapcsoló pillanatnyi állapota. Az ilyen egypólusú kapcsolót csak külső erő segítségével tudjuk átkapcsolni, de az erő megszüntekor visszaáll az eredeti helyzetbe, és a kapcsolat megszűnik. Ezt nyitott kapcsolónak nevezzük. Rövidítése NO normali open. Az egypólusú kapcsoló ellentetje a következő típus, alapvetően zárt kapcsoló a gomb megnyomásával tudjuk megszakítani a kapcsolatot, pillanatnyi állapota off. Ezt zárt kapcsolónak nevezzük, rövidítése NC normally closed. Az utolsó nyomógombunk kettős működésű, alapállapotban az egyik államkör stabilan zárt, a másik pedig nyitott. A nyomógomb benyomásakor, az eddig zárt államkör esetén a kapcsolat megszakad, a nyitott államkör viszont záródik. Ott érdemes ilyen nyomógombot alkalmazni, ahol nem csak a nyomógomb benyomásáról, hanem annak egyértelmű felengedéséről is szeretnénk visszacsatolást kapni. Természetesen más variációk is elképzelhetőek mint azokat, amiket most bemutattunk. A multiméter segítségével könnyen ellenőrizhetjük és megérthetjük az adott kapcsoló működését. Ez sokszor segít kideríteni azt is, hogy melyik érintkezők vannak kapcsolatban, amikor be vagy éppen kikapcsoljuk az adott kapcsolót. A multimétert először is a folytonosság vagy szakadás vizsgáló állapotba kell kapcsolni, ezt a dióda jel mutatja. A műszer képernyőjén mindaddig egyest fogunk látni, amíg nem kötünk össze két vezetőt a mérőcsúcsokkal. Ilyenkor két eset lehetséges. Ha ha pontok között szakadás van, akkor továbbá is egyes látunk, még ha kapcsolatot találunk, akkor a nulla érték jelenik meg. Egyes multiméter típusok képesek hanggal és fényel is jelezni az eredményt. Sípolnak, ha találnak kapcsolatot, és némák maradnak, ha nem. A szakadásvizsgálat nyomógombok esetén is igen hasznos, főleg akkor, ha nem emlékeznénk arra, hogy normál esetben nyitott vagy zárt kapcsolóval van dolgunk. A folytonosság tesztelő funkciót csak olyan áramkörökön és alkatészeken használjuk, amik nincsenek feszültség alatt. Bármely mechanikus kapcsoló be- és kikapcsolásánál az érintkezők többször is érintkeznek egymással, ezzel rövid időre bizonytalan kapcsolási állapotot létrehozva. Olyan készülékeknél, ahol a kapcsolást érzékelő áramkör nagyon gyors, előfordulhat, hogy a figyelő áramkör a kontaktus bontását, illetve zárását hibásan többször is érzékeli. Ez zavart okozhat a be- illetve kikapcsolási folyamat korrekt felismerésében. Ennek megakadályozására a különféle megoldásokat dolgoztak ki, például az időtiltást, de ezzel csak később fogunk foglalkozni. Az elektromos államot megszakító kapcsoló kontaktusai között az áram erősségétől, az áramot áthajtó feszültség nagyságától, valamint az áram jellegétől függően egyen vagy váltakozó elektromos ív képződik. Ennek oka, hogy a kapcsoló érintkezései között elektronok halmozódnak fel az egyik vagy másik oldal rovására. Két különböző elektromos potenciálon lévő felület vagy terület között pedig elektronvándorlás indul meg. Az elektronok leginkább fémeken keresztül szeretnek vándorolni, de amikor már olyan sokan vannak és annyira akarnak menni vonzódásuk miatt, elindulnak akár a levegőn keresztül is. A száguldó elektronok nekiütközhetnek a közegatom a levegő teli van rengeteg porral és ionnal, és azok elektronpályáit olyan mértékben sértik, hogy fotonokat löknek ki. A fotonokat látjuk mi, mint fény. Az elektromos ívképződés számunkra szükségtelen károkozást több műszaki megoldás együttes alkalmazásával lehetséges csak minimalizálni két kapcsoló sorba kapcsolva a logikai és műveletet valósítja meg. Akkor és csak akkor folyik át rajta állam, ha mindkét kapcsoló be van kapcsolva. A párhuzamos kapcsolás a logikai vagy művelet a kapcsolók esetében is alkalmazható. Elektronikában kapcsoló párhuzamos kapcsolás esetén akkor és csak akkor folyik át áram, ha legalább az egyik be van kapcsolva. Ez a kapcsolás a logikai ekvivalenciát valósítja meg, akkor és csak akkor folyik át rajta állam, ha a kapcsolók állása megegyezik. Egy világítási kör két helyről való kapcsolásánál alkalmazzák, például folyosók és két bejáratú helységek. Az invertálás általában fordítás jelent. Az invertáló kapcsolás a bejövő két pólust, így az áram folyásának irányát felcseréli. Egyenáramú motor irányváltójaként elterjedt lelke egy két pólusú, két kapcsoló. A váltó illetve alternatív kapcsolók arra szolgálnak, hogy egy izolámpát vagy lámpacsoportot két helyről rendszerint váltakozva lehessen be és kikapcsolni, ahogy azt az ábra is mutatja. A kapcsolókat olyan helyekre helyezik el, hogy azok az érintett terület, folyósó, lépcsőház vagy más több bajtos helység egyes bejáratainál legyenek hozzáférhetők. A váltókapcsoló egyik legjellegzetesebb felhasználási területe a lépcsőházak világításának működtetése. Ebből alakult ki a nagyon elterjedt népies elnevezése a lépcsőházi kapcsoló a váltó, illetve alternatív kapcsolás megértéséhez nézzük meg az alábbi példát. Egy LED állapotát szeretnénk szabályozni a kapcsolókkal úgy, hogy bármelyiket is kapcsoljuk át, az a LED logikai állapotát fordítsa meg. Magyarul, ha az egyik kapcsoló bekapcsolja a LED fényét, akkor a másik azt kapcsolja ki. Az áramkör összeállításához szükségünk lesz két darab egypólusú két áramkörös kapcsolóra, egy LED-re és egy áramkorlátozó ellenállása. Első lépésként kössük össze a kapcsolók érintkezési pontjait az ábrán látható módon. Ezután egy fekete krokodil segítségével az egyik kapcsoló közös pontját kössük össze az államforrás negatív pólusával, az ellen pozitív pólusára pedig illeszünk egy feketétől eltérő színű krokodil csipeszt. Most vegyük kézbe a másik kapcsolót, ha a közös pontját kössük össze a LED katódjával, ez a LED rövidebbik lába. Végül a tápforrás pozitív pólusát kössük az előtét ellenálláshoz, ezzel zárjuk az áramköt, és a LED fénye kigyullad. Ezzel elkészült az áramkörünk. Látható, hogy a kapcsolók állása ellentétes. Bármelyiket is kapcsoljuk át, azzal a LED állapotát is megváltoztatjuk. Vagyis, ha egy hosszú folyosó elején felkapcsoljuk a világítást, akkor azt a folyosó végén elhelyezett kapcsoló segítségével is lekapcsolhatjuk. Ezért az ilyen típusú kapcsolást keresztkapcsolásként is gyakran alkalmazzák egy világítási kör vagy több helyről való kapcsolásánál. bármelyik kapcsolót is billentjük át, az a másik kapcsoló logikai értékét fordítja meg, így a LED fénye hol fölvillan, hol pedig elalszik. Ebben a rövid összefoglalóban igyekeztem rávilágítani arra, hogy egy áramkörnek nélkülözhető, ám gyakorlati szempontból igen hasznos eleme a kapcsoló, mivel használatával az áramkör zárása és nyitása oldható meg egyszerűen és biztonságosan. Arra is láttunk példát, hogy több kapcsoló együttes használatával egyszerű és egészen összetett működési logikát is leírhatunk. Ezzel el is érkeztünk fő mondanivalónkhoz. Kétértékű logikai rendszerekben az információt az igaz, hamis, logikai értékek jelentik. Az elektromossággal, villamossággal működő logikai rendszerekben ezekhez a logikai szintekhez kétféle villamos, fizikai mennyiséget rendelhetünk, a feszültséget vagy az áramot. Áram logikáról beszélünk, ha a jelhordozó fizikai mennyiség áramlási útvonalának kapcsolásával alakul ki a logikai kapcsolat. A jelvivő van áram, nincs áram rendszerben, változik. Feszültség logika esetén a jelhordozó a feszültség szint nagysága alacsony szint, illetve magas szint formájában, de erről majd még kicsit később fogunk beszélni. Ezzel elérkeztünk a videó végére. Köszönöm, hogy most is velem voltatok. Tartsatok velem legközelebb is, és ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, és mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kívánok. Sziasztok!